Igen így a, a szemeid azok szerintem egyediek, úgyhogy ez alapján is be lehet téged azonosítani. De Igen. mesélj róla, mesélj akkor a borítóról. Én mindent szeretnék kézben tartani. Nem csoda, hogy magánkiadásban adtam ki a könyvemet, nyilván más dolgok miatt is, de de leginkább amiatt, mert kézben tudtam tartani azt is, és. és a borítótól kezdve mindent felül tudtam felügyelni, átnézni, tehát hogy ez, ezt fontosnak tartottam, úgy megcsinálni, ahogy én szeretném. Köszöntjük kedves nézőinket és hallgatóinkat a Budapesti Zsarú Podcast adásában. A mai vendégem Bander Anita írónő, akinek nemrég jelent meg a Végzetes Vallomások című könyve. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, szépen. Mesélj nekem egy picit arról, hogy hogy lettél te írónő, mikor jött meg ez a gondolat gyerekkorod óta, vagy, vagy hogy indult ez? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert gyerekkorom óta éreztem, hogy, hogy mindig ott van a, az írás az életemben, tehát hogy kisgyerekkorom óta volt egy olyan kapcsolatom az, az írással, amit így Valahogy mindig, mindig ahhoz nyúltam, hogyha valamit így ki szerettem volna fejezni, akkor mindig ott volt. Tehát még mondjuk a többiek játszottak kint, bunkereket építettek, addig én, én leginkább otthon voltam. Megkértem anyukámat, könyörögtem neki, hogy csak hagyj a géphez és hagyj hagy gépeljek, mert egyszerűen annyi gondolatom volt, és, és ez volt az, amiben úgy igazán ki tudtam magamat élni. Tehát, hogyha rossz kedved volt, vagy nagyon jó kedved volt, vagy bármi, akkor Igen. csak leültél és írtál. Miket? Igen. Miket? írtál már ilyenkor? Mindenféle tapasztalatot. Volt Volt például ez egy érdekes kis sztori, hogy, hogy leírtam például az, az akkori családi helyzetünket, hogy kikivál van jóban, és ezt így valahogy nekem, nekem ez kellett, hogy hogy ezt úgy kiírjam magamból, és már akkor éreztem, hogy ez nekem egy úgymond egy terápia is, hogy, hogy, hogy az akkori élményeimet, tapasztalataimat, ahogy most is megírom. És Verseket, novellákat leginkább amúgy ezekkel kezdtem. Tehát, hogy voltak már akkor fiktív történetek, amiket kitaláltam, volt, volt például, hogy egy balesetet például leírtam. De, hogy honnan jött, az egy jó kérdés, nem tudom. Egyszerűen leültem, és, és valahogy ez, ez, ez így ki, kiáramlott belőlem az, ezek a dolgok. Ez most egy, egy krimi? Igen. Hogy indultunk el ebbe az irányba? Hát a krimi az a műfaj, ami, ami ugye a legközelebb áll hozzám. Nem titok, hogy ugye a párom nyomozó, tehát hogy, hogy nekünk a mindennapjainkban is ez, ez a bűnügyi dokumentumfilmek például, tehát mi, mi, ezeket nagyon szeretjük, hozzánk ez a vonal nagyon közel áll, nagyon szeretjük a nyomozós filmeket, könyveket egyaránt, ő is én is, úgyhogy ez nem volt kérdés, hogy ha, ha, már most neki ülök, hogy, hogy írjak egy könyvet, akkor maga a krimi, mint Műfaj, az lesz az, ami úgy, úgy leginkább én vagyok. Azért úgy azt mondtad, hogy már gyerekkorodban is írtál. Igen. Azért viszonylag sok idő, hát fiatal vagy, viszonylag sok idő telt el ahhoz, hogy hát akkor most ír is egy, ténylegesen egy könyvet. Igen. Tehát, hogy, hogy miért vártál eddig? Vagy, vagy Igen, ez, ha lehet így kérdezni, hogy miért? Hogyne, hogyne lehetne. Ez, szerintem ennek be is kellett érnie. Ahhoz, hogy valaki könyvet írjon, nyilván én például a verseimnél is nagyon szeretem a keretes szerkezetet. Tehát nyilván szerintem egy könyvnél a legfontosabb, hogy legyen eleje és vége. Én nem igazán szeretem, most, ha már így a végzetes vallomásokról beszélünk, ez is egy könyv, és, és nem lesz folytatása. Jelenleg nem tervezem, mm. hogy lesz folytatása ezt a trilógiát, meg ezeket, én, én ebben nem gondolkoztam. Én nagyon szerettem a keretes szerkezetet, és valahogy ennek be kellett érnie, amikor, amikor elértem egy olyan pontra, hogy jó, most nekiülök. Nyilván mellette az, hogy mire volt lehetőségem, mire nem, egyáltalán egy, egy kézirattal most mit kezdtem volna, tehát maga a motiváció is ö, időközben nőtt úgyhogy elértem mondjuk azt a szintet, hogy egyáltalán nekiüljek, hogy, hogy utána tudjak vele valamit, mit csinálni, azért ez is egy érdekes történet, mert sokan azt gondoljuk, hogy oké, okay, megvan a kézirat, megvan a, a, a nagy munka vele, nem, hát a kézirat megszületése után kezdődik. Az, ami, ami számomra, ez, ez még ugye első könyvesként új terep volt, de hát utána kezdődött a kaland, úgymond, igen. Mennyi idő megírni egy ilyen könyvet, meg hogy, hogy kell ezt elképzelni, hogy az hazamész munkából, és akkor, hát na jó, most egy picit írunk, és akkor megírtál mondjuk öt oldalt vagy négyet, vagy, vagy leülsz, és akkor egy hétig csak írsz, és senki nem szólt hozzád, vagy... Ö, nyilván arról tudok beszélni, ami, amit ö, én magam csináltam és tapasztaltam, tehát magamról. Én leginkább úgy írtam, ezt a könyvet egy hónap alatt írtam meg, amin okay. igen, sokan csodálkoznak, de, de beszéltem azért így írótársakkal, hogy ugye nincs velem gáz, tehát és semmi, semmi baj nincs velem. Nem, egyszerűen, hogyha szerintem az ember ugye benne van egy, egy, történetben, ahogy ugyanúgy, ahogy olvasunk is, tehát hogyha az, az beszippant, akkor az, az nem enged el. És mivel nagyon benne volt, ebbe az egész világba, ezért nagyjából az ez úgy nézett ki, hogy minden este egy ilyen 2000-től 4000 szóig írtam. Ez nagyjából, hát most nem tudom neked megmondani, hogy hány oldalt akar, de, de haladtam bele rendesen, tehát egy hónap alatt megszületett. Szerintem, hogyha ott van az ihlet, akkor, akkor, akkor az meg tud születni két hét alatt is, hogyha annyira benne van az ember, és uh, nyilván el is lehet húzni. Tehát, hogy igen. Ami még így hirtelen megfogalmazódott bennem, hogy uh, megírtad. Milyen érzés volt ez, amikor úgy leírtad azt az utolsó szót, és nyilván utána még egy jó párszor gondolom átolvastad az egészet, vagy hát nem, nem tudom, hogy ez hogy szokott működni. Mit éreztél? Uh, Hú, végre túl vagyunk rajta, azért uh, nem, de... Nem, nyilván... Um... Ezt a, ezt a, történetet ugye megvan a kéziratod, és, és azt, azt érzed, hogy ez a sajátod, és, és valahogy a legnehezebb része az elengedés szerintem, amit, amit, meg kell élni, hogy voltak benne olyan részek, nyilván volt egy ilyen kb. a könyvnek a, hát majdnem a vége fele egy ilyen elakadás, amely ilyen költői válságnak mondhatjuk, amikor úgy, úgy nehéz volt magát ugye a főcselekményt kibontanom, mivel ugye nagyon-nagyon tud ragaszkodni, szerintem ezt a többi író nevében is tudom mondani, hogy nagyon el, elkezd, elkezdünk kötődni a szereplőinkhez. És inkább talán ez volt a legnehezebb, hogy, hogy ettől elválni, hogy hogy oké, megvan a könyv, nagyon örül, nyilván nagyon nagy boldogság volt, megszületett vége van, készen vagyok vele, de hogy de hogy azt úgy elengedni, és azt úgy kiengedni valamilyen szinten a, a nagyvilágba, ez, ez, egy, ez egy nagyon intim dolog. Tehát, hogy az, hogy például Anna ugye a verseimet is elkezdtem megírni, már nagyon-nagyon gyerekkorom óta. Az is, tehát egy, az, hogy egyáltalán az ember megmutatja valakinek, ahhoz kell egy, egyfajta hát nagyfokú bátorság, hogy, hogy valaki tényleg ebbe betekintést nyerjen. Tehát, hogy talán itt, itt van még a nehézsége a dolognak, hogy az ember így kiteszi, és a mai napig félek, hogy jaj, azért, hogy kinek mi lesz a véleménye. Nyilván szerintem ez egy tök normális dolog, hogy ez... És mik a vélemények? Mikä hän aloittaa vissaan? Hál' Istennek nagyon pozitívak. Mondhatom, hogy 90 százalékban, amiket kaptam eddig, azok mind pozitívak voltak. Leginkább azt mondják, hogy nagyon olvasmányos a könyv, nagyon filmes. Fiam Tehát, hogy leginkább olyan, mint egy forgatókönyv. Tehát azt szokták mondani, hogy nagyon-nagyon beszippantja őket, nagyon el tudják képzelni ezt a világot. Szerintem a végzetes vallomásokra nem jellemző az, hogy ilyen nagyon hosszú leírások lennének benne. csak. Egymás után jönnek a történetek, egyik a másikból, és, és tényleg azok a visszajelzések, hogy valaki például néhány óra alatt olvasta el a könyvet, ami szerintem igen, elég durva, hogy, hogy igen, szóval ilyenek, ilyenek. Segítettek neked ebben? Az írásában, magában? Hát a párom ugye nyomozó, ezért volt olyan szakmai rész, amiben nyilván voltak kérdéseim, nem tudtam úgy. Mivel mi nagyon sok bűnügyi dokumentumfilmet, filmet is néztünk, volt egy alap, ami, ami szerintem az az alap kellett ahhoz, hogy egyáltalán egy krimihez hozzá nyúljak. De, de voltak kérdéseim, és akkor kaptam igen válaszokat, azért volt segítségem. Volt például a történetben is olyan, amit, amit én volt egy cselekményszál, amit elég hamar leszerettem lesz volna lőni, kb. a könyvnek a felénél, és akkor hát így a párom rám szólt, hogy azért ezt még nem, ennek még nincs itt az ideje, úgyhogy volt ebben is segítség, igen, hogy magában a történetben, hogy hogyan, hogyan alakuljanak a fejlemények. Hát azért egy pár mondat erejéig meséld már el, hogy miről szól ez a könyv, mert azért ez fontos. Nyilván ne lőj le mindent, mert Jó. hát olvassák el azért a azok az emberek, akik te Nagy... fog ez. Igen. Nagyjából a tartalmáról annyit érdemes tudni, hogy Shannon cole a főszereplőnk. Ugye maga a történet New Yorkban játszódik, én még nem jártam New Yorkban, ezt csak így, így érdekességképpen mondom. Sok hogy Sok embernek az álma, többek igen. között nekem is. Igen. Úgyhogy New Yorkban vagyunk, és Shannon cole a megégett holtestét találják meg egy sikátorban. Kiderül, hogy ő ugye három évvel ezelőtt eltűnt, tehát kérdés, hogy akkor az idő alatt mi történt vele, elkezdődik a nyomozás, különböző családi szálakon is ö, ö, haladunk, a, a végzetes vallomásokra jellemző, hogy magába a szereplőknek az életébe, ö, a szereplőknek a, a személyiségbeli jellemzőire is ö, kitérek, tehát ö, én, én, mond, én leginkább a műfai keveredést is ö, szoktam használni így ö, definícióként a, a könyvnél, hogy, hogy ezért ez jellemzőre, hogy nem csak krimi, van benne, pszicho, pszichotriller rész egy kicsit, tehát hogy nagyjából a történetről igen ennyit szerettem volna. Hogy találnak meg téged és a könyvedet? Hát engem egyrészt a saját kis weboldalamon, amit, amit csináltam, magamnak készítettem a banderbook.hu-n, illetve a Libri, Lira, Bookline, minden nagyobb könyvhálózat, ugye ott is elérhető a könyv. Azért elég, miután napvilágot látod, a, látott a könyved, elég sok helyen megfordultál, akár könyvnap, akár rádiós műsort, még, ha jól tudom, tévében is uh, szerepeltél. Igen. Ezek milyen érzések voltak neked? Így ezek gondolom azért új impulzusok voltak, tehát nem volt ebben eddig feltételezem részed. Hogy élted ezeket meg? Nagyon nehezen. Tehát most, ha most őszintén kell erre válaszolnom, nehezen. Nem, nem igazán vagyok ez a szereplő típus. Nyilván tisztában voltam vele, hogy az, hogy a könyvemet megismerjék, ahhoz kell az, hogy hogy marketingeljük. Tehát nyilván ahhoz, hogy el tudjam adni, meg kell, hogy ismerjék, ahhoz, hogy megismerjék, mutatnom kell saját magamat is, ami ami nehéz, 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 nehéz volt nekem, de de tudtam, hogy nincs más út, úgyhogy el kell ezen indulni, nem nem volt kérdés. A, a párom sokat segített ebbe, hogy, hogy úgy így a háttérben úgy nyomott, motivált, hogy nem, semmi baj, ezt így, ezt így fogjuk csinálni, és ez, ez, ez kellett hozzá. Ö, mellette nagyon jó érzés volt. Tehát mikor vége van egy adásnak, vége van egy interjúnak, utána nagyon jó érzés, hogy jó túl vagyok rajta, utána már visszanézni szeretem, visszahallgatni magam aránylag. Most, most már kezdek barátkozni ezzel a tudattal, hogy, hogy igen, hogy ez így van. Mellette persze csodálatos érzés, tehát, hogy ezt el kell mondani, hogy, hogy, hogy nagyon jó, hogy ennyi embert érdekel, felkelti a figyelmüket, nagyon jó érzés, mikor ott ülök egy rádiós adásnál, és azt mondják, hogy fú, nagyon jó a borítókép, és hogy ez honnan jött, mert ugye a borítóról is tudunk beszélni, hogy hogy hát ugye én vagyok rajta, ezt, ezt igen, is, ez igen. Ezen igen, így a, a szemeid azok szerintem egyediek, úgyhogy ez alapján is belehet téged azonosítani. De igen. mesélj róla, mesélj akkor a borítóról. Ez, ez, úgy történt, én ugye ö, a munkámból adódóan én, ö, én irodavezetőként dolgozom a második kerületben, és ott van egy ilyen kis stúdiónk, ez egy média ügynökség, úgyhogy ott igen rendelkezünk stúdióval mindenféle felszereléssel, úgyhogy ez nem volt kérdés, hogy tudunk képet csinálni, hogyha mm. szeretnénk. Ö, nem volt kérdés az sem, hogy én, én mindent szeretnék kézben tartani. Nem csoda, hogy magánkiadásban adtam ki a könyvemet, ö, nyilván más dolgok miatt is, de, de leginkább a miatt, mert kézben tudtam tartani azt is, és, és a borítótól kezdve mindent felül tudtam felügyelni, átnézni, tehát hogy ez, ezt fontosnak tartottam, úgy megcsinálni, ahogy én szeretném. Úgyhogy a kép az új született meg, hogy megkértem a kedves barátomat, a görög hogy hát csináljon már rólam néhány képet. Tudtam, hogy ő azért így a fotózásba, is forgatásba, videóvágásba, mindenben otthon van. Úgyhogy, hát nekiálltunk, hogy akkor fotózunk egyet. Nyilván a nyers fotó az, az közel sincs ehhez a képhez, amit, amit látunk a bariton, tehát ezért ez elég el van homályosítva, meg sötétítve, de igen, ez, egy, ez a kép igazából így született meg, beálltam, és akkor fotóztunk egyet. Nehéz volt egyébként az első ilyen a fotózás, mert az oké, okay, hogy a, az a része is nehéz volt, amikor ugye szerepelni kellett, de azért sokan még a, a fotózás sem feltétlen. Maga a fotózás azzal nincs, nincs problémám, az, az igazából már elég régóta így ott volt az életemben, hogy ö, fotóztak, tehát hogy mm. igen. Azért feltételezem, hogy a tollatból még nem fogyott ki a tinta, és hogyha, ugye mondtad is, hogy ennek nyilván kimondottan ennek nem lesz folytatása, de azért gondolom, hogy másból is bele fogsz kezdeni. vagy már belekezdtél, de, ahogy látom? Igen, igen, igen. Belekezdtem már a második könyvbe, sőt, annyira belekezdtem, hogy most Az jelenleg. Is kész. Ö, ö, nem. <laughs> igen. Ö, jelenleg 18 ezer szónál járunk, úgyhogy, ö, úgyhogy igen, haladok vele. Tehát ez azt jelenti, hogy nem sokára azért egy ilyen, hát majdnem a felénél járok a könyvnek. És ezt tegnap előtt kezted. Nem. Nagyjából, nagyjából, most is úgy kell elképzelni, hogy, hogy esténként ilyen 2000 től 4000 szóig szoktam, szoktam írni. Hát nem, nem, fogyott ki a tinta, tehát hogy folyamatosan vannak gondolataim, amik, amik úgy jönnek, nagyon sok ötletem van, úgyhogy hát ez most itt elkezdődött, és, és, hogy hol áll meg, azt, azt nem tudom, de, de igen, tehát hogy folyamatban van a második könyv, Arról azt kell tudni, hogy Norvégiában fog játszódni. Ez is szintén egy olyan hely, ami, ahol még nem jártam, de nagyon szeretnék. Ez viszont erre a könyvre jellemző lesz az a hangulat, amit, amit én leginkább preferálok, és nagyon szeretem így filmeknél is ezt, a, ezt az erdős, faházas feelinget, úgyhogy, úgy, erre ez lesz leginkább jellemző, és annyit elárulhatok, hogy az is sorozatgyilkosról fog szólni, még a végzetes vallomás soknál nem, nem erről van szó. Itt a második könyveddel kapcsolatban a nézőközönséged, az olvasóközönséged ezt nyomon tudja valahol követni, hogy mikor fog megjelenni, miről fog szólni? Igen, hogy ne. Igazából ez már a végzetes vallomásoknál is jellemző volt, sőt, amikor elkezdtem írni a könyvet, már akkor beindítottam, elkezdtem a bander.book nevű Instagram oldalamat, ahol már akkor elkezdtem így követőket szerezni, illetve kialakítani azt a kis célközönséget, akik akiket érdekel egyáltalán ez a műfaj, a, 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 könyv, minden. Úgyhogy ezt már a végzetes vallomásoknál elkezdtem, jelenleg igen a második könyvet is elkezdtem már nekik úgy csepegtetni, hogy már elkezdtem, tudjanak róla, nyilván még, még nagyon sok dolgot nem osztottam meg róla, de, de igen, tehát, hogy az is, az is, úgy publikálva van, hogy, hogy már folyamatban van. Azt mondtad, hogy amikor megírtad a könyvedet, akkor azért 90%-ban pozitívak voltak a visszajelzések miközben az első könyvedet írtad, az Instagramon, a Facebookon, vagy egyéb más ilyen felületen kaptál az írás folyamatban jelzéseket, visszajelzéseket? Esetleg valaki mondott neked irányt, vagy, vagy mutatott neked valamit, hogy szerintem erre kéne elvinni? Tehát volt ilyen? Magában a könyvbe nem engedtem betekintést, viszont a, hát a párom volt az egyedüli, aki, akinek ugye felolvastam minden egyes kis részletet, amikor ugye haladtam a könyvvel, ő, ő folyamatosan noszogatott, és mondta, hogy ne hagyjam abba is ezt folytassam, nagyon érdekes a történet, nagyon érdekli, nagyon, tényleg nagyon olvasmányos, úgyhogy nagyon jó, úgyhogy leginkább ezért, ezért folytattam a könyvírást, viszont a követőimmel leginkább abban az időszakban verseket, kisebb novellákat osztottam meg, amikben betekintést adtam nekik, arra nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, tehát addig, ameddig a könyv ki nem jött részlet részleteket nem osztottam meg róla, azt tudták, hogy nagyjából miről fog szólni. Tehát, hogy maga a tartalmi leírást, azt azért megosztottam velük, tudják, hogy miről lesz szó, de, de a könyv, könyvben részleteket, meg azt, hogy hogy milyen szereplők lesznek benne, ilyeneket nem osztottam Ez meg. Ezt gondolom a második részben is. Vagyis nem a második részben, a következő könyvedben is igen, tartani igen, fogod ezt, hogy igen. nem fognak belőle sokat. Igen látni, hallani. De viszont a folyamatokat folyamatosan közvetítettem nekik, tehát insta keresztül, posztokon keresztül, most a könyvnek a felénél tartok, most ennyi szónál járok, most is például napokban napokba kitettem egy, egy, ilyen kis tippelős kérdést, hogy hát mit tippelnek, hogy most hány, hányezer ezer szónál járok a könyvnél, és akkor hát elég sokan jól tippeltek, úgyhogy igen. Úgyhogy ilyen, ilyen megosztásokat viszont csináltam. Hogy látod, mikor fog megjelenni a második könyved? Ez egy jó kérdés. kérdés. Uh, igen. Hát uh, ha most így haladok, ahogy most haladok, akkor szerintem egy hónapon belül befejezem a második könyvemet. Uh, az, hogy ez mikor fog megjelenni, hát már kint szeretnék lenni majd a szeptemberi könyv a héten vele, úgyhogy uh, reméljük, hogy hogy addig megjelenik. Hát én gratulálok a, a, az első könyvethez, a másodikhoz meg. meg sok sikert kívánok. Köszönjük a kedves nézőinknek és hallgatóinknak, hogy figyelemmel kísértek minket. Jövő héten ismételten találkozunk, és hogyha valakit érdekel ez a könyv, akkor ne habozzon, rendelje meg, vásárolja meg.